Csatornám támogatja a Magnetis Páneshorgászat.hu. Laca, hol vagy, mondd már el? A Magnetis új boltjában. Úristen, megnyílt az új bolt, szívem. Ez mi? On-off mágnes. Mi? Így bekapcsolva. Így van, kikapcsolva, ugye lehet menni, és akkor a magottól ott közelebb, hogyha lenyomod és elfordítod. Azt hozom, ami öngyújtó. Nem annyi, hogy 300 kilót tart, de csak ugye ez vékony az a lemez hozzá. Aha. Úgyhogy kell egy erősebb, hogy bele sem bizonyítani. Ez nekem nagyon tetszik, csak kár nem egy hidra van benne, de ez nagyon benne zsebmágnes, megod? Kis dobozba, tiszta jó. Téged. Amúgy azért, úgyhogy itt vagyunk a Mágneshorgászat bolti megnyitón, ugye nyílt egy új üzlet, a Kamponai viszont megszűnt, úgyhogy itt vagyunk Halásztelken. De nagyon jó kompletszép, mert nagyjából ugyanúgy néz ki, mint a kamponai üzlet, tök jó az a feelingje. Meg a öltözőt is a srácok egybe hozták el, nézd meg, még a falat is elhozták vele együtt. Wow! Ide Laca, szegzeljük. Nagy okolás után vissza is tértünk a srácokhoz. Ki akartál sok üzlet? Jó fej vagy. Mert megy közbe szerintem. Folyik a mi ezt a tortára. Na? Nem. Nem a megszerelem. Na, jó lenni. Nem, ne lenni. Az is valami, ha csak belenyúl a kamerába. Na, megvan? Csak jelentős. Jó. Nem volt valami nagy kérdés. Hello! Na csá! Na itt vagyunk a megnyitó után, ugyanis megvan a leges legújabb mágnes, ami nem más, mint az előző videóban már láthattátok. A Hydra 880-as, amire azt kell tudni, nagyjából egy súlyban van a 888-as két oldalassal. Kivitelezés, amit láthatjátok, hatalmas, tényleg hát hatalmas, nagyon nagy. Amit tudni kell rajta, hogy azért vannak itt rajta ütődések, mert hogy ezen van egy ilyen védő, burkolatszerű dolog is, amire múltkor jöttem rá, és hát Erik mondta, hogy ez majdnap itt felavatjuk a várket, viszont hát nem tudunk levenni a stégre, mert egy akkora nagy lakat van rajta, hogy hát a hídról megpróbáljuk dobálni, nem tudom, tehát majd lehet megyünk tovább, úgy indult a napunk amúgy, hogy szakadt az eső, de most hál' Isten elállt. Úgyhogy itt vagyunk Rolóval, szia Roló! Hello! Hello. Nem akarsz benne lenni a videóval? Nem, jó. Úgyhogy ma ezzel dobálok, amíg de nem fáradok. Na lássuk, miket fogunk. Szóval 2022, 11. hó, ugye? 18-án. Magyarországon és a világegyetemben elsőnek én vagyok az az ember, aki a Hydra 888-at bedobja a vízbe! Lássuk, mit akad. Na megvan az első fogás vele. A túloldalat dobtuk be, de hát ott nem jött semmi. Csak törmelék, szóval az első nagyobb fogás vele az egy ilyen, meg egy szög. És már most fáj a csuklom. Na, jönnek a fogások. Minden dobás jön valami viccen kívül. Róló még semmit nem fogod. Hello, Róló. Nagyon durva. Szerintem nézzük, de lehet nem. Szerintem egy övcsat lehet. Mondjuk egy ilyen hülye anyag van rajta, amit nem értünk, hogy mi lehet. Illetve itt kidudorodik valami. Szerintem ezt én elviszem, bár nagyon ramaty állapotban van. Hát valami értékes. Illetve mindenki idegeskedett, hogy ezt honnan, hogy lehet ezt a májestinen levenni. Beteszem a vödörbe. Itt ne hagyjam. Hát nagyon egyszerű. Ahogy nem túl sok ördögi munka, ezeket le lehet könnyen venni, hál' Isten róla.
hogy? Ja, jó, várjál, csak akkor visszaszom a kesztyűt. Na, addig fölrakom a mágnest, de gyere nyugodtan közelebb, bro. Hopp, kurva anyát. Visszaszom a kesztyűt. Na most például fönn van, rendesen. És ez tömör, jó, nem tömör szerintem ez a korlát, de azért is egy vaslemez. Szépen olyan megfogod. Kötelet mondjuk ráhúzok, mert ez ki van lazulva. Le is lehetne húzni amúgy. Kicsit visszáptolom, így. És amúgy fölfele le lehet ezt szedni okosan. Yeah! Fogásbeszámoló 3-2-1. Ilyen, ezt nem tudom mi lehet, ilyet már fogtunk innen. Ilyen talpszereje cucca van. Ú, vides a kamera. Na bazd meg. Hát bocs, ez most így marad. Itt valami kis talpszerű cucc lehet. Meg ez is így kijött. Jaj! Ilyen vázs. S betű. A lepapa is itt van. Hello! Kijött, dobott helyet, hogy megnézem ilyen a mágnes. Sörétes. Vágod, ember? Vágod? Csak meg kellett érkezni. Csak meg kellett jönni, és kérdez el, márkás a sörétes, ma azon beleírva, hogy... Nike! Na, Hydra 880, ott egy 100 forintos. Na, egy fülbevaló, ami gondolom ezüst, hogyha fogja a mágnes, vagy arány! Mi lehet szék. Az? Szék. Dik. Dik. Egy jó szék, bazd meg! Szék mi a fasz? Drás, ide! Le! Ez itt van. Gyere ki. Hogy is kijön? Szerintem gyere ki. Jó, hát csak ez itt tudod így ezért. Ja. Ez pedig a Leviathan mágnes fogta. Sárga? Jól látom? Olyan ki. Hallod, alá le tudsz pihenni, amelyik megjöttél meg fel. Jajaj. Foglalj helyen. Köszönjük. Úgy néz ki, valami dísz. Valami dísz. Mi a fasz, koponya? Jó. Az komoly. Ez menő. Mozog a teteje. Nézzük. Ez mi a fasz? Mi ez? Ez egy morzsolom, hogy ilyen őrlő. De mi ez? Ezé. Dohányhoz meg marihuánához szokták. Igen. Aha. Leláttak el. Dik. Ügyes. Valaki belejtette. Valaki véletlenül belejtette, tudod? Ja. Hallod? Ennek... Muti az illatát egy kicsit. Hát igen. Igen, nem dohány szaga van. Szép fogása le. Hello, sziasztok! De ezt lehet tartani, ez nem kell rendőrség, mert ez dohányboltba lehet kapni, kínaiba lehet kapni. Annyi. Diszkontokba, meg faszon tudja. Anyád! De ez mondd már nekem a működését, mert te úgy dohányzol. Belerakja ide a dohányt. Igen. Itt vannak ezek a rücskök, és csak így forgatni kell. Utána azokon a... Elásztunk. Köszi, Rolo. Köszi, elásztunk. Ezekon a lyukokon átmegy a dohány, és ide belemegy. És akkor és utána akkor kiszeded, a... és akkor megtöltöd. Aha. És akkor ezt a tetejét csak egy mágnes tartja oda, ha jól értelmezem? Ah, ott van egy pici mágnes, meg ott, és az fogja így össze. De menő. Wow, szép fogás. But I was back to it day 2, no English, itt a Pali. Hello! Cső! Úgyhogy Paleszka a Leviathan 440-nel dobál, amin van egy, hú, de rögtem volna valami jó, és még lehet amúgy. Honnan tudod, hogy nem jó? Ki az tudja? A csavar az még nagyon jó. Hát ez a csavar az még fullos lehet. Amúgy ez mi? Ez én valami toknak tippelném meg. Toknak? Tokha? Tok, nehéz. Na, súlya van. Clickbaites kép. Amúgy simán tudod. Én meg viszont is egyetlen a Hydrát hoztam el. Hát akkor jó volt. Fel a Hydra. Hydra. Hydra? Ja, Hydra, Hydra. 880-as tartóerővel. Vessém leszakadt múltkor is. Kb. Egy órát dobáltam vele, elég is volt. Tessék? Pont a duplája az enyémnek. Pont a duplája, pont többet fogok. Haha. Na, horgásztunk, mert nagyon hideg van amúgy. Közben a Hydra első jó második dobásra kihúzott egy sörpadnak a lábát, valami híd elemnek a darabját, bár itt nagyon sok a híd a közelbe, és lehozta az áramlat, úgyhogy hát nagyszerű. Ez a híd nagyon jó, minden dobásra leszakad a derakad. Ja. Na, a Willy a K-hídon fogott egy O betűt? Nem, B betű volt a Willynek, azt hiszem a K-hídon. Én nézem a videóit, tudod, én ilyen jó fej vagyok. Na, én meg kifogtam itt egy P betűt, ami nagy eséllyel
a trip hajónak a P betűje lehet. Csak ugye vásbúval, az lett beesett a hajóról, de ez rendes tetszik. Meg egy INA kéne, és akkor egy jó szöveg kijönne. Milyen sorrendben, mert ugye, hogyha betűk megvannak, még nem mindegy, hogy rakod össze. Persze, hát pi után megjön az INA. Mondni. Ez sem az lesz, amit szeretnék. Lehet, hogy ágyú. Ez nem jó, aztán jól megfogta, bassza meg. Ott van, nem? Sötét, ott van már, nem? Sötét, ah, ott van. Mi? Fere a kocsával a katalizátort kiúsztat, he! Jézus, atya, úristen. Azt hittem feltapadok. Já. Ez még hagyd úgy, mert jó folyik belőle. Jó nagy súlya, ez mondjuk gázcső. De szexi ez a póz, Szia! Alá hozott egy kis szerencsét, még egy fak anál. Vagy hát egy kanál, wow. Jó ez a mágnes, mondom, ez minden fogásra beáll, de persze meg a főtefacas tégre még jobb. Még egy kanál. Nem? De, valami ilyen. Yes! Még egy kanál. Hát, ez még rendes régi szerintem, nézd, még itt külön van összerakva ilyen pont. Tényleg, nézd meg, bazd meg, eltörtem. Na, most már külön van. Most már tényleg külön van. Most rakd össze és külön van összerakva. De nézd, ott az ijesztés, tényleg olyan vagy ott a... Jó, jelre van. Aha, most már három helyen. Ez izé, német, de dobd el. Tényleg, hú, hú. De a legjobb fogás az ez itt. Ez az ígéretben. De jó lesz neked. Sír. Feltapadsz vele? Fel hát. Anyád, ez mi? Elengedte, de van rajta egy. Mi az? Campo. Ez rendes jó. Arr. Adott Pali egy új piercinget. Jó lesz indexképnek. Tényleg várja, hogy kéne beállni. Balra ment felé. Hát a bepereljék, hogy jól. Szia barát! Na, majd kitejön a videó, itt vagyunk ismételten. Sziasztok! Csá! Szia! Mesélj a kocsinál fönn. Na, eljöttünk újra, ahol kb. Egy éve volt, hogy nem tudom, a parcok az ismerőse. Szia Vili! Halló! Szabd ki a gombócaim! Szia Claudia! Nem, hogy hívták? Ha van vissza ez a videóba! Már nem tudod? Már nem ismerkedsz Vili? Már az enyém vagy mi? Úgyhogy itt vagyunk, újra horgászunk ilyet, milyen megfagyunk, meglássuk mi tapad, és ismételten itt van a jó kis... Már tapad? Már tapad? Ismételten elhoztam a hidrát, megnézzük, hogy mit arad, de az itt a jó bevált Kraken is. Ma helyet váltottunk. Itt van benne egy kereszt a vízbe vágod. Itt hidazni fogunk, vagy hát így hűbazni, menni. Végig lehet sétálni itt szépen ennek a mentén, meg azt hiszem, hogy talán még gumicsit napra is végig lehetne, de hát inkább nem. Szép egy kis hely, bár fogás az nem igazán van, viszont ahogy ezt láttam itt a vízbe, nem tudom mennyire látjátok, hogy ott egy csík, ott egy csík, szerintem itt dobáltak is. Méretből ilyen 8-88-asra tippelnék. Hát I don't know. Most mesélj meg lejjebb, nézd, hogy elkanadik-e. Ez a kis tucci mukli. Aztán megnézzük, hogy hova kéne menni. Fogtam egy kapcsolót. Mesélj meg. Ez komoly. Ez meg a csáó. Hát jó ez a híd, mert hogy kb. Ideig jön a korlátja. Szóval egy ilyen kapcsoló jött. Nagyon, nagyon szép. Hazudikot arra hozta! Ja, hát ja, anya meg hív, hogy haló, nem megy a kapcsoló. Halló! Halló, Gazsi! Na, mit fogtál? Kulcsot. Ez izés. Az a piás kihúzója. Mert ez ilyen kihúzós. Nézd, fog meg azt ott. Fog... Dik, az a hát nem megy vissza. Kaparódat vissza. Ézzel rá tudod. Hát aztán nagyon kibasztál vele. Vigy innen a szarodat. Wow, nagyon szép. Ez jó, hogy van.
Ahhoz képest mekkora amúgy hozzá képest? Sweet hatalmas. Megy a vidőrbe. Vigyél meg abba hagyta a percet, mert a mágnes. Hát abba hagyta, mert így néz ki a mágnesnek a füle. Így. Így. Sajnos eltört mind a kettő, úgyhogy csinálhatok újat. Szia, barát! Szia! Hát ez a videó itt ér véget, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Találkozunk valamikor, amikor megyünk horgász, csak mint látod. Hideg van, itt vagyunk a Dunaparton. Willinek egy brantos. Látottam, csillog a kocsinak a izéje. Csak épp nem látszódik. De hello! Na, találkozunk legközebb. Szóval az általunk között felszeseket megtehetek a leírásba. Ismeretek, tudjátok, Oliver Spó az első link. Találkozunk legközelebb, itt volt Branti, és sok mindenképp. Sziasztok! Hello! Csatornám támogatja a Magnetis, magneshorgászat.hu.